Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném nektek megmutatni, hogy nem kell rohanni a Tesco-ba, meg az Auchan-ba megvenni a faszenet. Mikor kivágjátok a sok fát és megszárad, gyönyörűen lehet rajta hús sütni. Megmutatom. Csináltok egy kis tűzrakóhelyet, és egy-egy darab fán gyönyörűen megsül az étel. Forgatóvillával, csipesszel, hogy épül meg a tűzrakóhely. 30-as zsalukő az alján, aztán 2 darab 15-ös zsalukő, aztán porotelm vagy lejjel tégla, szelet, az lukacsos, olyan lesz, mint egy rostérács, és 2 koszorú ellen, összefordítva egymásra, és akkor utána az már a tűztér. És akkor kényelmesen ebben a magasságban lehet sütögetni. Lehet készíteni jó kis husi falatokat. Mert megtehetem, mert én vagyok a fireman. Itt a pünkösdi vacsora. Mindenki ezt fogja enni. Az egész ország, világ, határ, a kutya, a macska, a nyúl, mindenki húst tesz itt, az egész szomszédság és a rokonság. 50 embert várunk, de csak 18 darab csirkeszár. Ja, itt vagy. Most már ezeket a csirkeszárnyakat ki lehet szedni, mert most már ezek megsültek, nagyon szépek. Bekerültek a saslikok a serpenyőbe, a tárcsába. Teszünk közé egy kis kolbászt, mert ebben szoktuk enni. Lesz még krumpli is sütte, de azt már nem biztos, hogy meg fogjuk mutatni, mert az egy speciális krumpli, úgyhogy egy saját termesztési nagyapány földről. Nagyapány földjéről szerzett ős krumpli. Grillkolbi,